22. alkalommal rendeztek Erzsébet királyné tiszteletére vers és prózamondó versenyt november 19-én. A királyi kastély barokk színházában megtartott eseményre az elődöntőkön induló 81 versenyző közül 33-an jutottak be, akik produkcióját a Pécsi Ildikó vezette zsűri bírálta el. Idén az elmúlt 50 év magyar költeményei és prózái hangzottak el a hagyomány és értékőrzés témakörében. Első helyezettek lettek korcsoportonként Simonváros Zille és Gémesi Hunor, a Hajós Alfréd Általános Iskola, Farkas Emese, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola, valamint zenei kategóriában Szabó Petra, a Friedrich Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Gödöllőváros külön díját Mihály Boglárka, a Damjanich János Általános Iskola, Szabó Anna, az Erkel Ferenc Általános Iskola, Halász Lili, az Aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Csigi Gergely Imre, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója vehette át. A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Városi Könyvtár és a Királyi Kastély által szervezett eseményen került sor a Kastélybarát Alapítvány emlékmedáljának átadására, amivel minden esztendőben egy szponzornak és egy szervezőnek köszönik meg a verseny megvalósításához nyújtott támogatását. Az elismerést Pú Györgyi textilművész és Pap József névehette át Pécsi Ildikótól. A program a Gödöllő 50, a megújuló értékek városa tematikus év keretében valósult meg.